Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a Budakalászt ma hírmagazinunkat látják. Nézzük először főbb témáinkat röviden. Szép sikerek Egerben. Megemlékezés a forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából. Kodály Zoltán emléknap a Faluházban. Második alkalommal rendezték meg március 4-e és 6-a között Egerben a zeneképzelet négykezes zongora hangversenyt, melyre határon túli indulók is nevezhettek. A kalássuli négy tanulója is képviselte Budakalászt a versenyen, melynek célja az örömteli közös zenélés, a mesterkurzus és zenész gyerekek találkozója. Nem a kivételes tehetségeket, hanem a muzsikáló zongoristákat keresték. Nem a győzelemért mentek a gyerekek, de mindenki valamilyen elismeréssel távozott. 5 korcsoportban és tanár-diák kategóriában indulhattak a versenyzők, akiket bronz, ezüst és arany minősítéssel jutalmaztak, valamint néhány produkciónak kiemelt első díjat, nívó díjat is megítélt a 7-tagú nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri. A kalássuli mindkét induló párosa Máli Dorka Sára, Szabó Zsófia, valamint Druca Dávid János és Hegyi B. András a kiemelt minősítést, nívódíjat nyertek magas színvonalú produkcióikkal. Ennek eredményeként meghívást kaptak a gála koncertre is, mely Budapesten lesz április elején. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján a Budai úti Szent Kereszt felmagasztalása templom kertjében rendeztek megemlékezést. Ünnepi beszédet mondott Rehák László. A műsorban közreműködött a Lenvirágtánc együttes, a Pannonikum együttes és a Kamp János kapelle fúvószenekar. A Budai úti Szent Kereszt felmagasztalása templom kertjében emlékeztek meg az egybegyűltek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójáról. Az ünnepi műsorban közreműködött a Lenvirágtánc együttes fiúkara. Thank you.
A megemlékezésen Rehák László mondott beszédet. 169 év hosszú idő. Sajnos senki, aki megélte a forradalmat és a szabadságharcot, nem tud ide kiállni és mesélni nekünk. És már az is lehetetlen, hogy olyan személlyel beszélhessünk, akinek a reformkorról és március idusáról első kézből vannak információi. Mi mégis itt vagyunk, hogy ezek az általunk át nem élt események ne csak dátumok, egyszerű számsorok, illetve leírt tények legyenek, hanem a jelen társadalom élő emlékei. Az emlékezés kultúrájában a kollektív emlékezet kapcsán mindig az a kérdés, mit nem szabad elfelejteni egy közösségnek. Én pedig azt kérdezem, mi lenne társadalmunkkal a magyar reformkor és az azt megkoronázó 48-as, 49-es események emlékképe nélkül? A válaszom pedig semmi. Ma emlékezünk, és ha szabad ilyet, akkor én mindenkitől azt kérem, mosolyol az arcon, szívből jövő derűvel ünnepeljünk, hiszen ez a nap nemzetünk nagykorúvá válásának ünnepélyes évfordulója. Én már olyan szerencsés vagyok, hogy a rendszerváltás után, amikor már igazi ünnep lehetett 48 születtem, és kezdtem el tanulni az eseményekről, és minden évben ennek a pulpitusnak a másik oldaláról figyelhettem, hallgathattam az előttem járó kalászi szónokokat. Büszkén viselhettem a kokárdámat, és édesapámmal együtt állíthattuk föl házunk erkélyén a nemzeti lobogót. Az iskolában megtanultuk a nemzeti dalt, a himnuszt, és megdicsértek, ha szépen álltam vigyázban, miközben társaimmal együtt teli torokból zengtük, hogy Isten áld meg a magyart. A középiskolában még virtus volt 15-e, de az egyetemen a legtöbbeknek már csak egy szabad nap. Tudom, nem jó dolog, ha ismételjük önmagunkat, de hadd kérdezzem meg újra, miért állunk ma itt? Azért, hogy megőrizzük azt, ami nemzetünk fennállása szempontjából fontos, hogy tovább tudjuk adni a szabadság, testvériség, egyenlőség saját nemzetünkre formált üzenetét a következő generációknak is. Mert közös emlékezetünk nem csak a múltat rekonstruálja, hanem egyben a jövőt is megszervezi. Itt, hőseink emlékművénél, a templom árnyékában, most a himnusz utolsó passzusára gondolok. Szánt meg Isten a magyart, hogy a jelenkor bármilyen szinten álló vezetői ne feledjék a sok erőfeszítés árán kivívott szabadságot. Soha ne felejtsék el, hogy a magyar nép szolgálatában vannak, s nem a nép az ő szolgájuk. És mindig legyenek felelősségük teljes tudatában. Tudják, hogy amikor kimondanak, vagy leírnak valamit, akkor sorsokat pecsételhetnek meg vele. Szánt meg Isten a magyart, hogy ifjúsága a márciusi ifjakhoz hasonlóan kiálljon magáért, e nemzetért, hogy ne megfutamodjon magyar jövője elől, hanem álljon be Széchenyi, Deák, Kossuth és a többiek sorába, és vigye véghez álmai megvalósítását. Új szín a magyar történelmi rock palettáján a Pannonikum együttes, akik szintén közreműködtek a városi ünnepségen. Tartra magyar, mi a hazán? Itt az idő, most vagy soha. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak és apáink, kik szavalom éltek voltak. Szőr a fölben nem nyugodtak. Magyarok, Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok, Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
akinek drágább, rogy élete, mint a haza becsülete. Mondják el szent neveiket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A megemlékezés végén a pártok és civil szervezetek elhelyezték a megemlékezés virágait a templomkertben található emlékműnél. A teljes ünnepséget az esti híradó után tekinthetik meg. 50 éve 1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán, háromszoros Kossuth díjas zeneszerző, népzenekutató, akadémikus, aki azt vallotta, legyen a zene mindenkié. Halálának 50. és születésének 135. évfordulója alkalmából 2017-ben Kodály emlékévet tartanak. Budakalászon a Kós Károly Művelődési Házban március 16-án az Emléknap keretében koncerttel és egy kiállítással tisztelegnek a zeneszerző nagysága előtt. A koncerten közreműködnek a Kőbányai Kró György Zeneiskola és a Budakalászi Művészeti Iskola diákjai és művésztanárai. A Kodály módszer ma már világszerte ismert és követett példa a zenepedagógiában. 2016-ban az UNESCO felvette a szellemi kulturális örökség listájára. Kodály azt hirdette, hogy a zene lelki táplálék, semmi mással nem pótolható örömforrás, melynek birtokában jobb, harmonikusabb, fegyelmezettebb, teljesebb emberek leszünk. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fogadóóra című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 18 órakor jelentkezünk, addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!